Hát üdvözlök mindenkit, ismételten egy kis Evil Within következik, de ezt már sejthetétek, mivel hogy nézegettek engem egy ideje, és ugye bár nem egy meglepő dolog, hogy Evil Within következik minden nap, amikor csak lehetőségem van rá, többek között most is. Na most igazából ez a fejezet először kisebb-nagyobb fennakadásokkal járt számomra, de azért megoldottam. És a helyzet az, hogy találtam egy meglehetősen jó megoldást arra, hogy itt megoldjam a dolgokat. És hogyha jobban megfigyelitek, amellett, hogy rendkívül pofás a környezet, és rendkívül sok érdekesség van itt, azt is megfigyelhetitek, hogy ott a távolban mindenféle dögök mászkálnak. Oké, és még nem vettek észre. Na most ezeknek a megfékezésére találtam egy nagyon-nagyon jó és biztos módszert, ami igazából igényli az ügyességet, a felfogó képességet és a gyors reflexeket. Mindjárt mutatom a precíziós módszert. Na szóval... Gyere! Közelebb, közelebb fiúk, még közelebb mind a ketten, gyerünk! Na valahogy így! Na szóval, most, hogy megismertettem veletek a precíziós módszeremet, gondoltam, hogy megyek tovább a következőre. Ne nyöszörögjél, koma! Hű, ez nem jó móka! Megpróbálom ezt is agyonverni igazából, addig amíg egyedül van, addig nem olyan vészes, amint elkezdi azt a zöld bigyót magából kiengedni, akkor már annyira nem jó móka. Jó, és akkor itt lesz még egy. Finoman odalopózok hozzá. És meghalok. És pont nem láttatok semmit belőle. Na mindegy. Na akkor ismételten a precíziós módszerhez folyamodok, ezúttal egy kicsikét okosabban. Nem vett észre? Hol van? Volt itt valahol még valami láda vagy hordó ott? Igazából mindig szétcsapkodom őket, mert van amelyik mindig ugyanazt adja, van amelyik még mindig tök mást, úgyhogy sosem lehet tudni így előre. Szevasztok! Oké, és na most, hogy mind a négyet sikerült magamra haragítanom, most már talán valamit tudok is okozni. Nem ezzel, ezzel. Nem ezt akartam. Bárha már így alakult, na jó. Akkor egy huszárvágással megpróbálom megoldani az egész bandát. Valamelyik még él. Most már nem. Na, igazából biztos vagyok benne, hogy vannak olyan őrültek, akik 5000 milliószor végigjárták ezt a részt, csak azért, hogy egyszer el tudjanak lopakodni mellettük. Én meg úgy vagyok vele, hogy igazából nem zavar az, hogy azt a néhány töltényt bukom, hogyha ezeket szanaszét tudom gyepálni. És szanaszét is gyepáltam. Ott meg lőszer. Ja, az meg nem kellett, hülye vagyok. Ott meg semmi, tova. Igazából ennél a résznél... Ó, kivett észre, szevasztok! Közelebb mind a ketten. Bocs, haver, de ez muszáj volt. Ez már csak a biztonság kedvéért, de legalább ott hagytam lőszert, úgyhogy vissza is tudok menni érte, ez király. Na és igazából eddig tartott a 3 másodperc futás, de hát ez már különösebben nem zavar. Ja, újra töltés.
Ez még egyébként úgy semmi, tehát gyakorlatilag még egy kicsikét arrébb játszottam, gyakorlatilag a 9. fejezetet kezdtem el, ez még ugye még csak a 8., és a helyzet az, hogy a 9. fejezetben kezd nagyon beütni az ilyen túlélősdi. Tehát itt igazából egyenére még csak bohózkodok, meg ijeszgetem saját magamat, és egyébként, nem tudom, hogy valakiben fölmerült a kérdésként, én szoktam nektek javasolni, hogy nézzétek a cuccaimat, meg játszatok a játékkal úgy, hogy közben fülhallgatón hallgatjátok. Hát én most azt csinálom, tehát menet közben, miközben beszélek, igazából ez itt szól a fejemben, és minden egyes apró kis karcolásnak hasonlókat hallok. Tehát nem egy egyszerű mutatvány, egyszerűen annyira gyönyörűen megcsináltak a játékban itt ezt az egészet, hogy ez félelmetes. Na végre. Te meg ki vagy? Ki voltál? Itt egy kicsikét most eszembe jutott egyébként a Rezi 4-ből a barlang még a legelején, amikor ugye nem tudom, hogy emlékeztek, amikor másodjára sikerült találkozni a Merchanttal, na, az jutott eszembe. Na most gyakorlatilag én igazából próbálok így... Hoppá! Próbálom ezeket a mindenféle nyilakat megúszni. Következő lövésnél tudok tovább menni. Gyerünk! Na most lőjél a szemét! Buktad? Nem tudom igazából, hogy van-e ott valaki a túloldalon, vagy ez valami automatikus csapda. Ja, bocsánat, kapcsolok nektek egy villanyt. El is felejtettem, hogy ti nem biztos, hogy annyira jól láttok, mint én. Én azért szeretem föltekerni valamennyire itt a tévében is a fényerőt, hogy azért jól lássak. Meg a helyzet az, hogy a játékban is egy kicsikét föltekertem. Csak sajnálatos módon nem mindig úgy látjátok, mint ahogy én szeretném. Na és itt az vicces lesz. Még semmi jó. És nem tudom elolvasni, és nem tudom elolvasni, és nem tudom elolvasni. Itt oldalt mi a fene van? Erre már nem is emlékszem. Ja, tudom! Nem, tele vagyok. Isten jók a hangok egyébként. Na ezt figyeljétek. Aberrant brainwave patterns observed in subjects number 25 and 33, and now again in 55. The one common factor is a case history of dissociative identity disorder. Previous experiments on the prefrontal cortex led to degradation of sense of self. But there were unanticipated results here. Suicidal thoughts of alternate personalities exhibited as attacks on the core personality. As self-consciousness waned, a sort of stasis was achieved. Like two creatures sewn together and forced to live as one, eternally hating the other. Delicious. No. Na és akkor most figyeljetek! Azza! Mocskos dögjei! Na itt lehet megtanulni fifázni, hogy rendesen. Ó, basszus! Hányan vagytok még?
És el is fogytak, ha minden igaz. Ó, nem! Nem fogytak el. Gyertek ide, komáim! Na most már elfogytak. Na, gyakorlatilag itt ugye valami olyasmiről volt szó. Na, tehát, hogy mindenféle ilyen furcsaságot... Ó, vagytok még? Ja, szia! Faszú! Ó, de gyors voltál! Na, tehát gyakorlatilag arról szól ez a történet most, hogy olyan alanyoknál, akiknek valami személyiség zavara volt, azoknál ilyen furcsa agyi aktivitást találtak. Gyakorlatilag olyan volt, mintha a saját személyiségük fordulna, tehát ilyen alternatív személyiségük fordulna ellenük, ami ugye ebben az esetben, mivel hogy valami ilyen elme összekötősdíjról van szó, ugye gyakorlatilag fizikailag is megtestesül. Gyakorlatilag olyan, mintha saját magát gyűlölné. Ugye ugyanannak a személyiségnek két oldala. Az igazság az egyébként, hogy én mindig érdekesnek tartottam ezt, tehát hogy nem tudom miért, valamiért érdeklődés szinte mindig vonzottak a mentális betegségek. Nem tudom, hogy miért van ez, de mindig valahogy egy kimeríthetetlen témának tartottam egyébként, mind érdekességként, mind ugye írók szempontjából. Tehát azért, hogyha belegondoltak, akkor mennyi mindent megihletett az, hogy valakinek valami ilyesmi van. És rengetegféle ilyen probléma van egyébként, és rengetegféle elnevezése. Ja, ott egy szobor. Kulcs. Na. Ezt nem is tudtam, hogy itt van, ezt így el is felejtettem volna. Na, viszont hogyha hasonlókról szeretnétek olvasgatni, akkor ajánlom egyébként a magyar irodalom egyik... Ajaj! Na, ajánlom egyébként a magyar irodalom egyik kevéssé ismert alakját, bár azért az irodalom tankönyvekben egy időben benne volt, nem tudom, hogy még manapság is így van-e. Chad Gaze névre hallgat egyébként az úriember. Na, tehát Chad Gaze névre hallgat, vagy hallgatott az úriember igazából. Neki volt egy olyan elképzelése, hogy az emberi elme az különféle elemekből épül fel, és abban az esetben vannak a különféle mentális problémák, hogyha valami ezek közül diszfunkcionálisan működik. Igazából ugye nyilvánvalóan nem egy szakmailag megalapozott dologról beszélünk, viszont nagyon sokat boncolgatta a különböző elmebetegségeket a különböző műveiben. Mellesleg pedig a fiatalember az nem éppen kevéssé volt drogfüggő, tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy vannak érdekességek itt. Tehát nem kell egyébként elmerogyant írókért a szomszédba menni vagy külföldre menni. És már megint ugye mozgás közben véletlenül lekapcsoltam ezt az utcot. Checkpoint! Ezekre a zöld taknyokról mindig azt hiszem, hogy az a zöld takony, amit föl lehet szedni. De ez nem az a zöld takony. Ez egy teljesen másik zöld takony. Na. Nem tudom. Ott se tudok fölmenni, fenébe. Jaj, egyszer jó lenne egyébként azt a játékot úgy nagyon-nagyon átnézni. Bár a helyzet az, hogy így is már sokkal több mindent fedeztem föl benne, mint első körben, amikor mocskos módon paráztam. Most már azért nagyjából tisztában vagyok vele, hogy kikivel van, meg mit lehet csinálni. És így is már sokkal több ilyen titkos részt, térképet, egyebet fedeztem föl, mint ugye ami a PS4-es változatban volt. Ez pusztán csak azért, mert akkor ugye első élményként még teljes mértékben fogalmam sem volt róla, hogy mit is kéne csinálni, meg hol vagyok, meg egyéb. Itt pedig igazából most már körülbelül így a felénél tartok, ugye 15 darab fejezet van, ez most a 8. Tehát durván a felénél tartok, mostanra azért már rájöttem, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy barlangi jegyzet. Túl mélyre mentem és természetesen csapda volt. Sofia sokszor mondta, hogy álljak meg, de csak egy kicsi kellett már az igazsághoz. Tudtam, hogy lesznek kihívások, de nagyon közel voltam. Ugye, egy kis szellőt éreztem az ajtó repedéséből. Mondja, ez az ajtó kifelé vezetett. Ez a tábla, amit találtam, úgy tűnt, hogy beleillik a lyukba. Valószínű egy kulcs, de hogy illik bele? 50-50
Azt mondja, hogy 50-50 az esély. Azt mondja, hogy szinte egy örökkévalóságig gondolkodtam, és nem tudtam meghozni ezt az egyszerű döntést. Szofia, ha kijutok innen, akarjaimban foglak tartani. Elmondom, hogy igazad volt, és sosem hagylak el többé. Na, most a fiatal ember, ugye? Kicsit ott maradt. Tehát így megmutatom nektek közelről, tehát úgy meg lett bökve. Úgyhogy én most megtapizom. Hoppá. És ott is van a tábla. Na most a helyzet az, hogy a trükk a következő. Ugye itt meg lehet nézni. Kettő fele van neki. Az egyik az véres. A másik nem véres. Egyik véres. Másik nem véres. Mi következik ebből? Valamelyiket bele kell tenni. Na de melyiket? Fogalmam sincsen, nem emlékszem rá. Na, akkor most pedig... Hát... Nézzük így. Legyen igazam? Hú, igazam lett. Másik esetben pedig a tüskék azok kijöttek volna oldalt egyébként. De hogy itt sehol semmi jól van. Egyébként pedig logikusan először arra gondoltam, hogy a véres fele lesz kívül. Már csak abból az egyből kiindulva ugye, hogy a pacák összevérezte, amikor ugye... Jaj, Istenem! Tehát, hogy a pacák összevére... Jaj, de jó! De hát ugye nem ez történt. Na ez meg ilyen nagyon álomvilág, annyira istentelenül jól néz ki. És térkép darab. Imádom a hangokat, meg ezeket az effekteket, amiket beleraktak. Doc. Doc, what the hell is going on? There's no time. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. We were working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Sharing everything on an electrochemical level. Emotion, memory, perception, everything. Directly. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. Well, I didn't say it was perfect. Especially not with such a... unstable host. Great. So your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. Not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but... I'd say he wants us dead. No, tehát, hogyha valakinek nem lett volna tiszta, gyakorlatilag ez arról szólt, hogy a doki meg a partnere az ki akar találni egy módszert, hogy különböző agyakat összekössenek egymással. Tehát mind tudati, mind érzelmi szinten, hogy egyszerre működjenek, mint összekapcsolt számítógépek például. Na most gyakorlatilag ezt valamennyire működik is, bár ugye kicsikét instabil a fickó, ugye ez a Ruvik gyerek, elvileg ő lenne itt a partner. A probléma csak az,
hogy pöttyett pszichopata az űrge, és na, ezt még végigmondom. Tehát gyakorlatilag pöttyett pszichopata az űrge, és a gond ott kezdődik, hogy mindenki valamennyire kapcsolódik a másikhoz, és valamennyire hatással vannak a dolgokra, de ő az egyetlen, aki teljesen tudatosan tudja irányítani a dolgokat. Tehát valószínűleg ezért tudja megvédeni a fickó magát egyáltalán ezektől a mindenféle dögöktől, annak ellenére, hogy a Rubik próbálja rászabadítani. Legalábbis ez a tippem most így egyenlőre. Azt mondja, hogy 18-as számú alany, hogy kapcsolat kiépítve, igen, azt mondja, hogy 2.45-kor abnormális agyhullámok, 2.58-kor, igen, szívmegállás, nem visszafordítható, ugyanez a 19-es, a 20-asnál, gyakorlatilag ilyen 5 percek alatt, ott egy 30 perc alatt, 23-as alany, az, na, 23-as alany, azt mondja, hogy igen, igen, igen. 3.31-kor abnormális agyfunkciók, vagy agyhullámok. Mondja, hogy a pulzus, a vérnyomás és a hőmérséklet emelkedik. 4.24-kor tudat visszanyerése, 4.37-kor életjelek stabilizálódása. Tehát gyakorlatilag emberkísérleteket végeztek, és egy jó páran meg is murdáltak menet közben, mire találtak egyet, amelyik túl is élte. Azt mondja, hogy elvittük Lilit az óvoda első napjára. Azt mondja, hogy bátor lány, és szerintem rendben lesz. Mira Isten áldja, egy nagyon, nagyon kemény 3 évet élt, tehát egy gyereknevelés teljes embert kínál, és végre megkapja a pihenőt, amit megérdemel. Azt mondja, az én pihenőm már, mint hogy visszajöjjek a KCPD-hez, ezt gondolom, hogy én nem tudom, hogy milyen city ez a hely, mint egy rendőrség. Azt mondja, hogy eltűnt személyek ügyosztályára. Azt mondja, hogy folyamatosan emelkedik az eltűnt személyek száma, és ha nem jutunk hamarosan a végére, nem lesz ki után nyomozni, mindenki el fog tűnni. Azt mondja, úgy gondolom, hogy valamit folyik Crimson City-ben, amit meg kell állítani, és Mira pedig segíteni fog ebben. Azt mondja, nagyon jó a munkájában, és látványosan örül, hogy végre megint elemében lehet. Tehát ugye Mira gyakorlatilag ugye a társa lett, vagy legalábbis egy helyen dolgoztak. Ó, hogy szakadj meg! Ezt el is felejtettem, hogy ez itt van, basszus kulcs! Futás! Na, ez pedig egy remek zárszó volt, kedves fiúk, lányok. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Innen folytatjuk holnapi nap folyamán. Köszi szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!